Egy döntés anatómiája. Ezzel a címmel jelent meg Szűcs Anna könyve, melynek első magyarországi bemutatóját a DeFerenc megyei és városi könyvtárban tartották. A művel és annak hátterével egy kerekasztalbeszélgetés segítségével ismerkedhettek az érdeklődők. Az alkotás előzménye egy novella volt, amit a szerző évekkel ezelőtt írt. Ez érett később francia nyelvű regényé, melyet több díjjal jutalmaztak. Ahogy Szűcs Anna mondta, a történet a gyökereihez vezette vissza. Svájcban nőttem fel, és hiányzott, hogy nem tudok sokat a családról, és hogy igazából messze is voltunk, szóval volt egy igazi távolság, meg egy időbeli távolság is, mert késői gyerek vagyok, és addigra már egy csomóan nem éltek. És azzal, hogy felidéztem, hogy milyen volt a család 56-ban, meg a könyvben megjelennek olyan emberek is, akik még a háború előtt éltek, akiket szintén nem ismerhettem. És ez igazából a számomra is egy időutazás volt, és ezzel egy csomó mindent megértettem a saját gyökereimről. A kötet 1956-ba kalauzolja az olvasót. Spiegelék mindennapjaikat békésen élik Zalaegerszegen. Az októberi események ebbe az idilli állapotba hoznak változást. Ez egy zalaegerszegi történet, egy zalaegerszegi származású családnak a 1956 október-novemberi egy hetéről szól igazándiból, ahol ugye az események hatására hát azon dilemmáznak, és ezért a címe a döntés anatómiája, hogy elhagyják-e az országot, vagy ne hagyják. Az illusztrációkkal gazdagított kiadvány rövidesen bekerül a megyei könyvtár állományába. Innen is hozzájuthatnak mindazok, akiket a hely és család történet érdekel.